A sakkozás gyökerei valahová a távol-kelet rejtélyes világába vezetnek. A történet kezdete legalább annyira misztikus, mint maga a sakk varázslatos világa. Az ismert mese szerint egy Séta nevű brahmin, vagyis tanult ember találta fel a játékot. Az ősi sakkot Indiában Chaturanga néven játszották. Magyarországon bár már a középkorban is ismerték, de az csupán az 1900-as évek második felének kávéházaiban terjedt el. A pesti sakkör, melynek elnöke a későbbiekben a kor legismertebb sakkozójaként jegyzett zeneszerző Erkel Ferenc volt, 1839-ben a Wurm kávéházban jött létre. A magyar bajnokság premierjét 1906-ban tartották. Elmondható, hogy a sakk napjainkban is egy rendkívül népszerű táblajáték. Buri Kata, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákja már 10 éve űzi ezt a sportot. Első osztályban még általános iskolába unatkoztam, és nem találtam semmit, szóval betévedtem a sakk egyesületbe az iskolába, még Szekszárdon, és akkor így kezdődött. Pakson játszok, az Aséba vagyok leigazolva, meg Budapesten az MTK-ba vagyok a vendégjátékos. Eléggé meglepődnek így a köreinkben, de egyébként sok sakkozó van itthon. Szerintem a lánykorosztályban mondjuk már hát kezdünk kifogyni, egyre kevesebben vagyunk, de így is sok korosztályos ellenfél van. A gimnazista lánya közelmúltban indult egy országos versenyen, ahol kiemelkedően teljesített. Budapesten tartották meg a 29. Kids Kupát. Ezt a Katolikus Iskolák Diáksportszövetsége szervezte. Hát ugye Budapesten került megszervezésre, és az ötös korcsoportba egyedül voltam lányként, tehát ezt megnyertem. Összevontak minket emiatt a fiú ötös korcsoporttal és a fiú hatos korcsoporttal, és ott 6-ból 6 ponttal ott is első helyezést adtam. Volt már, hát országos korosztályoson lettem már negyedik helyezés, még 2019-ben, és Diákolimpián is már harmadik helyezést sikerült elérni. A sakk többek között megtanít arra, hogy a tetteknek következménye van, hiszen minden lépésre van egy válasz. Így a játékosnak mindig jól meg kell gondolnia, merre tovább. Használni az agyunkat, és ezzel így versenyezni úgymond egymás ellen, meg kitalálni a táblán, hogy mi van, hogy mi történik, számolni, ez sokkal jobb, nem tudom, mint egy fizikai sport például számomra. Szeretnék aktívan így benne maradni a sakkozójátba gimnázium után is, akár edzőként is el tudom még képzelni magam, ahogy majd így belefér az időmbe a tanulás mellett. A fiatal sakkozó több megmérettetése is készül az idei évben. Most lesz a Diákolimpia egyéni, Diákolimpia döntő a csapat is. Utána azt hiszem ifjúsági egyéni országos verseny, és utána korosztályos nyáron. Buri Kata azt mondja, bár nem egyszerű, de mindezek mellett még a tanulmányaiban is jól teljesít, hiszen gimnáziumi éveit követően orvosi egyetemre készül, később pedig sebész szeretne lenni. Hozzátette, nem a sakk az egyetlen szenvedélye, a fizikai sportokat is szereti, ugyanis gyakran száll kajakba. Kell egy fizikai sport is a sakk mellé szerintem, és szeretek zenélni.